Tovább folytatjuk a témát kicsit más szempontból, ugyanis a bukaresti kilencek vezetői megerősítették Pozsonyban, hogy továbbra is töretlenül kiállnak Ukrajna függetlensége területi egysége mellett. Egy friss szlovák felmérés szerint a válaszadók majdnem fele ugyanakkor ellenzi Ukrajna segítését. A szlovák köztársasági elnök szerint ezzel Szlovákia a magyar politikai állásponthoz közelít. Közben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a felszín alatt van békepárti mozgolódás nyugaton is. Tita Nilla. Daniel, most a vendégünk a 21. század intézetvezető elemzője. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Mi a jelentősége, kezdjük akkor ezzel, a bukaresti kilencek kiállásának Ukrajna mellett? Miért volt fontos megtenni ezt a nyilatkozatot? Ez gyakorlatilag a NATO keleti szárnyának egy találkozója, ahol az államfők egyeztetik aktuális kérdésekben az álláspontjukat. Ugye most már egyértelműen az orosz-ukrán háború a központi témája az elmúlt másfél évben ezeknek a találkozóknak, és fontos látni, hogy azért a visegrádi négyek ezen a szintiren is találkoznak egymással, tehát ugye Novák Katalin találkozott mind a további három V4-es kollégájával, tehát ez egy olyan fórum, ahol akár az aktuális kérdésekről is tudnak, akár négy szem közt a folyosókon is beszélni, egyeztetni. Ez nagyon fontos, mert ugye az orosz-ukrán háború miatt sok konfliktus kérdés volt a V4-en belül is, és értelemszerűen az ilyen fórumok fontosak ahhoz, hogy azt a jó kapcsolatot, azt a jó szomszédi viszonyt fenntartsuk, amely azért jellemezte az elmúlt években a V4-eknek a kapcsolatát. Ugye Szlovákiában volt ez a találkozó, és erre az időpontra, vagy erre a találkozónak az idejére időzítve jelent meg most egy friss kutatás. Ez azt mutatta ki, hogy a szlovákok alig fele támogatja, 51%-a a NATO tagságot, és közel felük pedig ellenzi Ukrajna segítését. Mi olvasható ki ezekből a számokból? Hogy áll most a szlovák társadalom ezekhez a kérdésekhez? Először is fontos tisztázni, hogy mit jelent a magyar álláspont, mert ugye ehhez hasonlít a szlovák. A magyar álláspont, igen, ugye ezt ugye az államfő is súlyozta. A szlovák államfő azt mondta, hogy a magyar állásponthoz fog közelíteni majd vélhetően ugye a szeptember 30-ai előrehozott választás követően a szlovák álláspont, tehát lesz egy ilyen hasonlulás a magyar állásponthoz, és ugye a magyar álláspont az az, hogy elítéljük az orosz agressziót, egyértelműen Oroszország a felelős azért, hogy ez a háború kirobbant, ugyanakkor fontos és nagy szerepe van abban a nyugati országoknak, hogy ez a háború eszkalálódik, és nem a béke, a tűzszünet irányába megy, hanem egyértelműen egyre inkább mélyül a konfliktus, tehát a gátnak a felrobbantása, vagy tönkremenetele, és az a hatalmas nagy árvíz, amit láthattunk az elmúlt napokban. Ez is jele annak, hogy ez a háború eszkalálódik, és az ukrán emberek szenvednek, tehát most is százezreknek kellett komoly veszélybe kerülnie, el kellett hagynunk az otthonukat ezreknek, 80 településre kerülhetett víz alá, tehát ez mind-mind azt jelenti, hogy egyre súlyosabb a konfliktus, egyre többen szenvednek a háború miatt, és erre mondja a magyar kormány, hogy ezt azonnal be kell fejezni, és mind a nyugati országoknak, mind Oroszországnak, és egyébként a világ többi országának is azt kell szorgalmaznia, hogy egy tűzszünet legyen, ezt követően pedig egy béketárgyalás. Tehát ez a magyar álláspont, és sokan ezt bélyegzik orosz párti álláspontnak, miközben ez egy nem orosz párti álláspont, hanem egy békepárti álláspont. És ez emiatt fontos a mostani szlovák felmérés is, mert azt jelzi, hogy a szlovák állampolgárok is elkezdték érezni azt, hogy itt bizony a nyugati országoknak, különösképpen az Egyesült Államoknak hatalmas nagy szerepe van abban, hogy ez a háborús konfliktus eszkalálódik, és nem a béketárgyalás irányába mozdulnak a felek, és gyakorlatilag ez köszön vissza ebben a felmérésben, és ugye azért riogat a liberális szlovák államfő azzal, hogy itt majd a magyar álláspont lesz többségbe Szlovákiában a választás követően, mert Robert Fico pártja a legerősebb jelen pillanatban a szlovák közvéleménykutatásokban, és például ő teljes mértékben a magyar álláspontot osztja, nem csak a háború, hanem a szankciók ügyében is. És akkor a békére rátérve, itt olvastam olyan szakértői véleményt, hogy sajnos nagyon soha nem voltunk még olyan távol a békétől, mint most vagyunk, és hogy ezért is fontos az, amit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mondott, hogy van békepárti mozgolódás nyugaton is, a felszín alatt. De miért csak a felszín alatt van? Érződik azért a nyilvánosságban. Tehát, hogyha csak a szankciós csomagokra gondolunk, azért most már hónapok óta tárgyalgatják a 14. szankciós csomagot, de nincsen meg az a lendület, az a hevesség, mint ami mondjuk a korábbi szankciós csomagok esetében. Ez azért van, mert
mert nagyon sok országban változik a közvélemény. Ez kicsit hasonlít ahhoz, mint amit például a bevándorlási válságnál tapasztaltunk. Hát emlékszünk rá, 2015 nyarán még teljes willkommens kultúrban égett az egész nyugati közvélemény, és Magyarországot rendkívüli módon támadták a bevándorlást elutasító álláspontja miatt, és hogy teltek múltak az évek, jöttek választások egyes országokban, átfordult a közvélemény, megváltozott a kormányoknak is az álláspontja, és ma már szinte azt mondják, hogy hát ők mindig is azt mondták, mint amit Magyarország képviselt ebben a kérdésben. Most is hasonló folyamatot látunk, eltelt másfél év, elfáradnak az európai lakosság részről, tehát egyértelműen látszik, hogy már látják, hogy a szankciók nem működnek, ezt most már lengyelek is egy friss felmérés szerint belátták, hogy kivetnek kőolaj szankciót, ezt követően Indiának eladja a kőolajat, India pedig az Európai Uniónak, tehát teljesen kijátszhatóak a szankciók nem működnek. És ugyanez az állás mondjuk most már egyre több országban a lakosságnak a háború ügyében is, és ez a fordulat mindenképpen meg fog jelenni a választások alkalmával. Most például júliusban lesz majd Spanyolországban egy választás, ahol az egyik legfontosabb szövetségese a magyar kormánypártoknak, a Vox, az jó esélye bekerülhet a jobboldali kormánykoalícióba, emiatt ott is várható egyfajta fordulat. Mi az oka annak, hogy ugyanakkor Magyarország eléggé egyedül van azon a téren, hogy mi világosan, a magyar kormány világosan kimondja, hogy békére van szükség, mi békepártiak vagyunk, de hogy ezt nem minden európai vezető mondja ki, ugye itt a külügyminiszter utalt rá, hogy viszont amikor a folyosókon beszélgetnek a kollégáival, akkor viszont mondják neki, hogy de tartsatok ki, mert egyébként mi veletek értünk egyet. Szerintem Ausztria az egy jó példa erre, tehát ugye az osztrákok sem küldenek fegyvert Ukrajnának, ugye nem tagjai a NATO-nak, egy semleges álláspontot képviselnek, de hát megtehetnék azt, hogy felveszik azt a típusú nyugati álláspontot, amit mondjuk látunk más országok részéről. Ők például azért érzékelhető módon osztják a magyar álláspontot ezekben a kérdésekben, csak nem merik ezt ilyen nyíltan kimondani, mert félnek a sajtó támadásoktól. Tehát nagyon meghatározó az a liberális mainstream sajtó a nyugati világban, aki kiszól a kánonból, aki nem 100%-ban azt mondja, amit elvárnak ezektől a politikusoktól, azokat gyakorlatilag kicsinálják a politikai nyilvánosságban, megpróbálják ellehetetleníteni, nagyon komoly támadásoknak lesz kitéve ez a politikus, tehát Orbán Viktor kapcsán ezt tapasztaljuk minden nap a nemzetközi sajtóban, hogy már mindennek elmondják, és szinte nem telik el nap, hogy valamilyen lejárató cikket ne írjanak róla valamelyik nyugati labban, hát ettől félnek ezek a politikusok, tehát nem véletlenül nem merik elmondani ezt a véleményüket, ezt az álláspontjukat. Megint visszautalok a bevándorlási válságra, akkor is ez volt a helyzet, tehát nagyon gyengén kezdtek el az elején egy-egy nyilatkozatot megengedni maguknak nyugati politikusok, és gyakorlatilag 7-8 évnek kellett eltelni ahhoz, hogy most már nyíltabban kimerjék mondani azt, amit egyébként korábban 2015-ben Magyarország is szorgalmazott. Dák Dánielnek köszönjük szépen. Köszönöm szépen is.